Csángóul beszélünk. Hoppa Enikő könyve. Szövegek pusztinából. Ó, olyan parasztok voltunk, mert ifjak voltunk. Na, ha én férhöz mentem, nem volt kicsinálva a katonaságja. És aztán csinált 3 esztendő katonaságot. És mikor elment katonának, teribe voltam. És a gyerekem aztán lett meg, hogy ő elment katonának. Mikor hazajött a katonaságból, akkor beszélgetett, és futott. Úgy, hú, de parasztok voltunk, mert ifjak voltunk. 19 esztendősen férhez mentem. Ő volt 20 esztendős. Én 19. Jaj, s új eltölt az üdő. Megöregettünk. 66 éves nő. Régen, amikor én a leána voltam, akkor kendert vettünk, mert akkor nem kaptunk, hogy vejünk ki készen semmit, hanem vettünk kendert, és ki kellett a kendert a tázlóból mosni. Mikor megádzott, leádzott a szár, az a szár rejitta szépen, akkor izéltük, kimostuk, megszárasztottuk, hazahoztuk, és akkor tiloltuk ki. És a szárát szedtük szépen. Füstültük ki, és fontunk. Aztán megszőttük, és aztán felvöttük. Tavasszal kifehérítettük, vettük le, és olyant hordoztunk. Nem voltunk ilyen, mint most, ilyen, hogy mondjam én, bolyérok. Mik úgy mondjuk bolyérok, akkor sokat dolgoztunk. De most immár nem. Az ifjatalok, most az öregebbekes nem dolgozunk annyit, mert nem kell télbe, nem kell szőjünk. 76 éves nő. Nálunk a Szent István búcsújánál, Szent István búcsú van pusztinába. Akkor Szent István búcsú van, akkor készítünk. Akkor nagy edényekbe egy 30-40 litrus, akkor annyit galuskákat töltünk, és vágunk vagy borjút, vágunk vagy tyukot, 2-3 tyukot elvágunk, és akkor jó levest csinálunk azokból, és a galuskába teszünk a borjúhúsbú. Megőröljük a galuskába, és akkor készítünk sokat. Akkor jöjjenek vendégek a szomszéd faluból. Még a románok is mind jöjjenek, mert mink a romány faluk közt vagyunk. Ismerkezünk, és aztán a Csángó falu ismerkezünk. Ezek félrébb vannak, mink es elmegyünk, ők es eljönnek, mikor búcsújik, mikor búcsúunk van. Mikor búcsújik van, mink ös elmegyünk. Akkor eszünk és isszunk azon a nap. Még másnap es betegek vagyunk. Mikor egy kicsit ittál, akkor még kérjél többet. 76 éves nő. Szövegek Bogdán falváról. Még látásom volt, mondom, volt ellányunk. Innet Bogdán falából ott tanult iskolát Nagy Magyarországon, érted? Ő bogdánfali születésű volt. Férhez ment oda egy gyorvoshoz, ott megvan. Aztán
eljött ide avval a tanárval, az övivel. Húsvét innapjai voltak, minnyen gyár tanács beivettünk. Akkor látásom volt, mondom, szép volt az élet, mondom. Tanár, most beszélünk hamarabb, mondom, ha én nézze nálunk itt a csángóknál erős szokás, mondom, hogy mikor jön vendég, kínáljuk őt pahár balinkával, pahár barval, ez szokás nálunk, mondom. Tanár úr, mondom, nem bírok magának tanít kérdést tenni tanulvánról, de úgyis megkérdem, mondom, hogy ígyjuk a bort, vagy a palinkat, az italt. Ugye, mind az emberek, vagy mind a bárhák. Ja, azt mondja, Anti bácsi, hogy ígyjuk. Azt mondja, mind a márhák? Én azt mondom, úgy ígyjuk, mind a márhák, hogy jól kenezzünk, mondom, és ne bántsunk senkit. Maga hogy mondja? Jaj, azt mondja, ezt nem hallottam, én tanár vagyok, én. Nem volt gyetót, fiatal lémbér. Azt mondom. Én úgy mondom, há miért? Azt mondja. Azért mondom, hogy a márha nem iszik többet semmivel, mondom, csak mennyit kell. Ha ütöd is, oda teszi száját, mondom, de ha vered, de nem iszik. De az ember, mondom, ullan az elméje, hogy még. Még iszik, még belérúg, még szabadil ki szája, beszédje. 76 éves férfi. Miénk a búcsúról, megjártuk a néné, mert csak a húgomat. Ott ettünk, ittunk egy kicsit. Hazajöttünk-e kocsival? Mi is elvoltunk a miszére a templomhoz. Hazajöttünk kocsival, s most menjünk haza, mert vannak nekünk is honn. Vannak vagy disznó, vagy malac, vagy kutya, vagy mocska, van pislenek tyukok, s kell legyünk riváik. Lányaink nincsenek honn, Itáliában vannak a lányaim, mind a kettő, azoknak már van egy már sük ideje. S várjuk, hazajöjjenek-e most augusztusba. 56 éves férfi. Zerdőn dolgoztam, s aztán már énes, mit csá, neki fogtam volt ide házat csináljak, s aztán megkaptam az asszonyt ezt Klézsén. Dolgoztam ott az erdőkön, megkaptam őt oda lé, falukon jártunk ki. Eszedüttem vele, még ott tanácsoltunk, eszedeztünk, hogy gyűlünk össze, hogy csináljunk mik is egy familiét, mint az egész. És aztán megesküdtünk, csináltunk nuntát, megcsántuk a házat. Volt négy dermekünk, liányok. Kettő meghult, az előbbszöri én. Ide leül, mint csak a faluba. Kettődik, s a nededik meghúztak, s él az előbbszöri, s a harmadik. Keresztbe voltak. Aztán azok meghúztak kicsikében, s elmaradtunk. Dolgoztam 20 esztendőt az erdőbe traktorval. Aztán onnan élhattam az erdőből, és bementem a kollektívoda be. 66 éves férfi. Szövegek Lészpedről. Akkor én szolgász voltam, 16 juhot fejtem minden este.
teentes, gyerekre es, ügyeltem. Aztán még meg is fogtam verve, mert úgy volt, az öreg asszonyok nem szerették, hogy dolgozok. Úgy egy négy osztályos voltam, nem voltam nagy. Előtte nem tudtam jól dolgozni, hogy mind a nagy, és akkor ez az, mennyire tudtam. Azt megcsináltam, mert szeddiké, hogy mondjam. Mikor kicske voltam, akkortól szeretem a dolgot. Most is úgy, most is már sok dolgozom, sok. Annyira dolgozom, mennyit csak a jó Isten. Nem tudom megköszönni jó Istennek soha jóságát, mert ő ha ne segítne, és ne lenne vélem, nem tudnék élni, de ő vélem van. Én sokon keresztül estem, fejhez mentem is. Rekeszet es csináltam az emberem miatt. Az emberem egy részeges volt. Aztán értem, hogy azt megláttam, hogy milyen az ember, mikor legyőzi a rossz a jót. 59 éves nő. Régebben lehet még volt rég szokás, de most nem. Nem izélnek, nem. Váltak mátkát, hogy mondjam én. Két léján, melyik nincsenek férjhöz menvel, akkor tojást. Két tojást kell cserélek egy asszon, melyek a svagják összekeziket, és akkor vágja el. És akkor az a két leán, mind a kettő mondják az asszonnak, fehér népnek, kereszt anya. Ez a szokás. Régebben is tartották ezt, és most errefelé is. És akkor úgy mondják, mátka. Egyik a másnak. Úgy, hogy lejjen neked így, ketten így. Összefogjuk a kezünket, és két tojás fogunk kezünkbe. És akkor ő egy fehér nép vágja el, így, így. És akkor kell mondjuk neki keresztanya, mátka. Ők mi kezdtünk, mondjuk. Mátka, és neki mondjuk keresztanya. Ez a. Melyik szokás tudom én húsvétkor? Vajon. Aztán lehet régebben még volt, lesz más. Más szokás is. Mikor voltak anyáim. De most nem tudom, hogy voltak. 43 éves nő. Én 4 évet jártam, az emberem is 4 évet, én is. Na, volt románul is, volt magyarul is, de én a magyar szerettem, örökké. Most is valamelyiknek van jó, van egy levele ilyen magyarul írva, Hojzák, helyzám, olvasom fél. Románul tanultam a gyermekimtől, tanítottam őket. Hogy nem tanítottam, úgy ültem le melléjük, hogy tanulják a poéziákat. Valamiket csak akkor én így tanultam, de mint magyar voltam. 65 éves nő. Írjunk, tanuljunk, énekeljünk, játszódjunk, táncolni. Táborba. Menjünk a táborba. Üljünk ottan. Tanuljunk. Menjünk ottan énekelni. Mondjunk meséket. 10 éves lány. Szövegek Gerlényből. Anyám erőst, jó menyecske volt, jó asszony. Felnőtt 4 testvérek. Hogy mondodódik, elfelejtettem. Román beszédit beszélek, de magyar nem. Énekelni még énekeltünk úgy, egy strófát lehet eltúófúlni, melyiket mondta máma, énekelte máma, s mink kacagtunk. Megházasodtam Timiska, tudja-e?
Három testvérem volt, egy elvitt a jóisten, meghó, három esztendőt töltött. Szegényke leesett egy templomba, ott a hót, meg az oltár előtt. Ez a 27 esztendős volt, mikor meghót. Egy Elvom Menvel testvérkém dolgozik Bákóba, s én Gerlénbe. Egyébet mit mondjak? Elvitt a jóisten, meghót, hogy hát a nyámságot mink tartsuk, mink vannak nyámok, úgy mondjuk, hogy nem éppen tudom, hogy motódik a rokonyok. 44 éves nő. Csinálunk egy nagy szént, és beítegyük, hogy mondják a húst. Teszünk, megvérjük, meghényítjük borvó, borsvó, delikátokvó, és aztán megsüssük egy fe inné, és a másikon né, és aztán megcsináljuk fokhagymát, esze frekáljuk. Hol tejfelve, hol forró olajval, s ecetve. Vágjuk fel szépen a kenyeret, s csinálunk melléje, melyik szereti szalátát, és paradicsomból, uborkóból. És aztán együk. Ülünk le, és együk. És a legjobb. Ha megeszel egy ilyet ételt, aztán három nap nem még kell. 49 éves nő. Szövege külső rekecsimből. Egyszer volt, hol nem volt, 77 országon túl volt, és még a szalma keresztfán es túl volt, volt egy bolyér. Annak a bolyérnak volt három fia, pedig volt ám nagy gazdagsága. Kert közepébe volt egy nagy alma. Úgy nevezték aranyjálmának, körökként őrözték a szolgái azt az almát, soha nem tudták megőrözni. Messze volt három eszmó. Az a három eszmó, mikor az almák értek, még örökké lelopták. Minden idén lelopták. Tilik múlik az idő, de sok esztendőt a gyermekek felnőttek, ezért a bolyér emberi. Azt mondja a nagyobbik fia. Édesapám, én úgy akarom az almát megőrözni az idején, hogy a szolgái nem őrzik, csak én. Az a legény előcsány egy cepuseit meghegyezi, hátul mély. Hogyha leülne, hogy kapja el az álom, döfje meg a fejét azzal a cepuséval. Előre esik, akkor döfje meg a homlokát. Az álom ne kapja el, hogy fogja meg a tolvajt, kilopja el az almákat. No, éjszakára a reggel felé egy nagy álom, a riva jött, megsereszen, szalmákat ellopta. Küssebbik menem, édesapám, én megőrzöm, azt mondja, higgyen belém. Á, fiam, azt mondja, a nagyobbik testvéreid nem tudták megőrözni. Kicsi volt, nem volt akkora, mint a másikak. Üdőre és ugyan gyönge gyermek volt. No, az a gyermek csány szed zsátát, cepusokat vér, meghegyezi cepuséjkét. Csak ő várt, mikor jön a tolval, fogja meg. Az nem aludt el, pedig küssebb volt, de szűvesebb volt. Haja rigvel felé valami sivul. Jön nagy zugás, akkor vette zágokat, s utána jött, nem tudta ellopni zálmát, az az ezmók. Megjötte, nem hát, még csak megsértette valamit. Kivírjott. Az aranygyálmákat leszette az a kicsi fiú. Arra ment önörömsen. Édesapám, ide figyeljen, aszol, hozom az almákat. Akkor azt mondja, az a nagy bolyér ember.
Azt mondja, jaj, ennyi sereg esztendeit őrözteitek a szolgáim azt az almát, s még két nagyobbik fiam, és őrözteste, újjon kicsi gyermek, megőrözted. Édesapám, ez, ami tetszik, azt mondja, idehoztam. De tudja, ám én azkat a tolvajokat, azt mondja, megsértettem, mert kettőjüknek, azt mondja, vércseppek. Készülök fel, nekem kell ennem, innyom, és én menek utánuk. De azt mondja, úgy akarok, azt mondja, fiam, azt mondja, még menjen két testvéred és veled, azt mondja. Nagyobb bátyáid, és menjenek el veled. Jöhetnek tőlem, felkészülnek, eleséget vesznek, mennek az útra, mennek a vérnyomás után. Nem tudta az almákat ellopni. Oda érnek egy nagy idegenség helyére, és volt ott egy nagy gödör. Oda ment el a más világra ki. Volt ott egy nagy ligg béj. Jött egy nagy zugás a buzdogán, megkapcsol az ajtót, az ajtóra fele az ablakon fele a székre. Jött az eszmók. Milyen idegen bűz van itt bent. Ez máson beszélt, azt mondja. Én vagyok, azt mondja. Túlsó világról eljöttem, azt mondja. Keressem meg azt, azt mondja, ki, azt mondja, sok esztendőbe ellopta, azt mondja, édesapámnak az aranygyalmáját. Hé, ide jöttél, azt mondja, de én összetörve téged. No, azt mondja, akkor próbáljuk ki az erőnköt, azt mondja az ezmó. Hogy akarsz verekedjünk? Kardokval-e? Azt mondja. Ölelkezzünk-e? Azt mondja. Vagy rugásokval? Ahogy akarsz te, azt mondja. Úgy verekedjünk. Verekednek jobbra, verekednek balra, az a legény, az a fiú megragadta, bejött a földbe. Zizmog még kiköjt onnant. Ivott egy szál vizet, megragadta izmogot, s bejött nyakig a földbe. Kivette kardját, s élvágta a nyakát. 49 éves nő. Szövegek klézséről. Fiam kocsidzik, s immá azt mondta. Mámika, ha történik, hogy még mondják, még menek, soha nem. De ha megkapja ezt a kurszákat, hogy ő menjen kocsidzék, s megfizessék, akkor jó. Ha nem úgy van-e, csak dolgozzék, nincs messze. Ha itthon es, ha elmenen, mi nem történik, de ő csak azt szereti, hogy kocsidzék. De van több messzeréje, 5 messzeréje van. Ha tanult, foglalkozás a Mendenre, ott ez csak kocsi volt, nekünk kocsink volt. Menden, de meg tudja csánni es, mekánik es. Én úgy fogtam, hogy verekedés üdő volt. Nem bírtam tanulni, érted? S aztán, ha tanultam, akkor volt a verekedés. Há, nagy szakadás. Én 30-es ott vagyok születve, és aztán egyik religiét, és tanultam mindent. És akkor összevigyült, és mely magyar ném volt, és muszáj volt azt, a 4 évet bár tudjak. Nem, csak románul úgy fogott működ. Nem volt mód, én édesapám nem tanult, volt gyeló, édesanyám még, s nem volt ki, verekedésből haza. Akkor meghalt édesapám, mikor én 14 éves voltam, s aztán még maradt egy húgom, s nehézségbe maradt. 62 éves nő. Verekedés ne legyen. Legyen békesség, egyesség egyike más között. Mert mik
Éltünk verekedve is, tess, mikor cinkák voltunk. Kis liányok, akkor rossz ide volt jöve, be a faluba, s úgy futtak utánunk, hogy jaj, Én volt egy ilyen kicsike kölök puskával, mondom, fegyvervel, én már úgy mondom, mert lehet, nem érted a puskát, és azt mondja, futott utánam, tátám, Isten bocsássa bűneit, azt mondja, fussá, Kati, mert meglőnek miattad. Én gondoltam magamba, hogy mikor megragadom, s odaütöm a főthöz, mert kicsike volt, Nem vittem az eszem, hogy puska nála minden. Egyszer élfutottam, én es a kertbe, előrösködtem, és elment. Sokat húztunk, sokat szuperéltünk. Ezt érted-e? Jó Isten, ne es adja. Jó Isten, ne es adja. Mert miért? Csak szép, ifjú felnőtt, még mondom, olául, úgy van, jó esten őrözzön meg egy háborútól, mert akkor nem jössz ide faluba, itt elé, őrözködj, megértette, de 77 éves nő. Szövegek lúzik a laborból. Menünk arra, emerre fele, nálunk volt itt a hézs. És ereszkedtünk be a gödörbe, és egyszer megingott a főt. Megringott, úgymond zsuák magyarul, megringott a főt, és akkor édesanyáink kifuttak ide az utcába. Jaj, hol vattok zsermekeim? És mikor jöttünk vissza, úgy kacagtunk, mert zsermekik voltunk. 62 éves nő. Bákó. Az eső ember, melyik letelepedett a Bákóba, az Bakó volt, Bakó. S cipős volt. Csinálta a cipőket. S azt utolján letelepedtek, jöttek a zsidók, mert ők voltak ezekvel a kereskedők, ők voltak a zsidók. Régebben nem volt román, nem volt akkor es, csak a zsidók voltak mindenféle, nem csak itt nálunk, hanem Magyarországon es, ők voltak a kereskedők, ők voltak mindenvel ott. Vették, árultak, aztán es letelepedtek, sőttek, többen letelepedtek, s formálták a várost. És akkor városnak a neve elmaradt az eső embernek a nevére, a Bakó, Bákó. Románul a szondzsák Bákó, és a magyarul a szondzsák Bakó. 70 éves férfi. 13-án a májusnak van búcsú szűzanya Fátimáról, és akkor ezek a liány, én, fiam, az uram, még mások is mentek ásni, lettünk a számba, mert akkor fájt a lábam, nem tudtam menni. És akkor elmentem oda búcsúra. Elvettem ott a kicsike unokát, és addig imádkoztam, hogy mi se tejen. Fátimai, szűzanya, hozd meg a lábamat. Amikor plitkáltatok, akkor kimentek a nyilak így a lábaimin. Még mikor élmelték a szentségét. Mikor jövök haza, előtt a fiam kocsijal, és eljöttünk. De még mentem, de mikor jöttem, akkor úgy a lábom már meg volt merevedve. Nem hajlott. Csak akkor azt mondom, kell a szűzanyába bízni. Néha nem bízol, akkor semmi is. 63 éves nő. Szövegek Somoskából. Leveté piros csizmáit Sajgó Márton lábiból, derekáról fényes kartját, hátáról a dalamantját. Fejéből serem
sapkáját letevé, oda fér. Felindult a burkos fára. Mikor felindult a burkos fára, Mónár Anna eragadta fényes kardját, elcsapta az ember nyakát. Na, végzett vele. Felhúzta el szép piros csizmáit, Mónár Anna felvette dalamantját, derekára fényes kardját, fejbe selem sapkáját, s elfogta zúdat visszafelé, hazafelé. Mikor hazafelé ment, akkor immand este volt, sötétedett. Mikor hazaért, az embere nem tudta, jó gazdája, hogy katona, csak katona volt, mert ő fel volt öltözve katona gúnyába. Mikor hazaért, erre szembe jó gazda, azt mondja, mert hosszú útra járok, azt mondja, s messze még menjek, hogy még kapjak házat, ahol befogadjanak. De ha akar, priméljen be az éjszakára. Nem bírlak brépimélni, jó katona, azt mondja, mert kicsit van a házamba. Sí, azt mondja, nem bírsz úgy is nyugodni. Attól megnyugszom, úgy is priméljen be az éjszakára, mert messze az út, hogy még menjek el épp, azt mondja. Jó, akkor gyere be, azt mondja. Beprimélte, mikor tanácsolgatnak. Jámbor gazda, azt mondja. Nem tud egy kicsi bort a faluba? Majd tudom, azt mondja. A falu közepibe László Györgyné a pincér. Nem menne el, hozzon egy kupa bort kóstolóra, hozzon kettőt már rivóra. Elmenek, azt mondja. 88 évesnek. Összevágta, meghallgatta, összevágta. Feltették a tűzzel, eltüzelték a fát, az aranyfákat eltüzelték, korpástál le volt teve oda a sutuba, e korpával, mert volt egy juhecskáik, letették a korpával oda, amikor égett a tűz, akkor kiszökött két szikra abba a korpástálba, s volt egy juhecska, odaadták, hogy egye meg. Megette báranka juhecska, megette a korpát, megette, mikor elérte az üdeje, megbárányodzék, akkor megbárányozott két aranyszőrű báránkákat. Várj, azt mondja, négy csánt, azt mondja, két aranyszőrűt. Jó lesz, azt mondja, de megnőnek-e? Egy darabig vártak, mikor akkorára nőttek egy báránkák, hogy ima olyan jó volt megenni. Azt mondja, vágja el azt a bárányokat, úgy dirulom e húst, azt mondja, hogy kóstoljam még. Énes, azt mondja, egyen belőlük, azt mondja. Hát, egyiket elvágok, de vágja el mind a kettőt, vágja el mind a kettőt, nem hallottam? Aranyszörnyek voltak, mert ezek aranyhajú gyermekek voltak. Kipattant a szikra, s e báránka megette e juhecske, csánt két aranyszőrű báránt, s elvágta, aztán elmentek. Hogy fogadta két asszont, hogy fogják, hogy mossák ki azt a beleit, hurkáit mossák ki báránkáknak. Mikor elmentek, hogy kimossák a hurkákat, egyik elszalasztott egy hurkecskát. Azt mondja, én elszalasztottam egy hurkát, akkor én már mics csánok én, azt mondja, imá nem leszünk egy maugluk a hurkákval. Megmondják, hogy én mit csántam, hogy én te komplet vagy, éppen vagy, azt mondja, a hurkákval. És nekem nincsen meg, azt mondja, asszonya. Te is csapjél egyet, azt mondja, mert én elszalasztottam, de te csapd el. Azt mondja, elcsapta. Az a patak bevitte a tengerbe azt a hurkecskákat, bevitte a tengerbe, tőt múlt az üdő, abból a két hurkából csánódott az a két gyermek. Zaranhajúak megcsánódtak. 88 éves nőtt.